Ízek és illatok, na meg a látvány. Sztárfelépő napsütés és tömeg. Nehéz maradéktalanul összeszedni, mi minden történt szombaton és vasárnap a Grillfesztiválon, de megpróbáltuk. Felvettük a kesztyűt és nekiálltunk. Következzen egy összefoglaló a fesztivál két utolsó napjáról. Frissen sütött szaftos grillek, kísérje le hideg sörrel. Így hangzik a szlogán. Kiegészíthetnénk még azzal, hogy nézzen táncosokat, hallgasson zenekarokat, vagy egyszerűen csak beszélgessen egy jó családjával, barátaival, valamelyik padon fesztivál feelingben. Mert aki ott volt a Szent István Parkban péntektől vasárnapig, akár csak egy rövid időre, nyüzsgésben, finom falatokban és tökéletes kikapcsolódásban lehetett része. Hűsítő koktél, 30 fokos meleg. Sokan a fürdőben töltötték a napot, de egyre inkább megtelik a tér. Most megnézzük, mivel készültek a vendéglátóhelyek. Kár, hogy képernyőn keresztül nem lehet érezni a most látható finom falatok illatát. Többször bele is felejtkeztem a látványba, és csak a kezemben tartott mikrofon zökkentett vissza a valóságba, hiszen a feladatom volt, hogy felmérjem, utána járjak, miből is áll a kínálat. Sokan sokfélét választottak, és az ételeket ülve vagy sétálás közben fogyasztották el. Az üres tányérok és használt evőeszközök pedig sorra a szemetesbe kerültek. A Mátyás Király gyógy és wellness szálloda idén rántott ételekkel is készült. Szinte a szokásossal különböző pörköltek, kakas heretaré pörkölt, birka pörkölt, illetve egy körmös pacal pörkölte, babgulyással készültünk. Ezen kívül számos barbecue étel, tehát oldalas, tarja, jércemel. Egy nagy különlegességünk, amit még soha nem osztunk, és az idei évben a vendégek visszajelzése alapján egy abszolút nem grill étellel, a rántott ételekkel jöttünk. Itt helyben csináljuk rántott karaj, rántott jércemel és különböző zöldségek rántva. Hasábburgonyával, forgatott burgonyával, grillzöldséggel, kimivel pászítja össze, de nagyon nagy sikernek örvend. Hogy mondtad, hogy most először hoztatok ilyet, miért döntöttetek úgy, hogy elhozzátok ezt? Mert szerintem akkora reneszánszát éli ez a rántott ételek, annyira sokan szeretik és keresték eddig is, és most tudtuk úgy megoldani technológiailag is, hogy itt kint el tudjuk készíteni folyamatosan, és az finom is legyen. Nem kellett sokat sétálnunk a következő helyszínig, hiszen az éttermek egymás mellett sorakoztak fel, mint ahogyan az éhes vendégek is szorosan követték egymást a sorokban. Nem nagyon volt olyan, hogy bármelyik hely előtt ne álltak volna, ha más nem nézelődni, vagy válogatni, mit fognak enni később. Szerencsére most már nyár van, ilyen jó időben pedig különösen jól esik falatozni a tiszta ég alatt háttérzenével. Erre a fesztiválra a hagyományos sült kolbász, csülök, pácolt, tarja, fokhagymás, csirkemell, van egy nagyon finom gulyáslevesünk és a hozzávaló zöldségek, ugye. Mindig kell az újdonság, nem csak arra van igény például, hogy évről évre változzon a sztárfellépő, aki idén Wolf Kati volt, de róla később, hanem az is kell, hogy az ízekben legyen változatosság, valami olyan, ami nem megszokott. Van, aki nyitott az új ízekre, és van, aki nem. Egy gasztrokulturális fesztivál remek alkalom arra, hogy az ember megkóstoljon idegen ízeket, amik később akár mindennapi étrendjében is helyet kaphatnak majd. Különlegessége az oldalas és a grill zöldséget tudnám mondani, illetve a pince gulyásunkat, ami nem a megszokott hagyományos gulyásleves, hanem egy reszeltésztás kolbászos leves, ami az új. Street food. Egyre többször találkozunk ezzel a kifejezéssel, a fesztiválokon meg pláne. Óriási sikere van ezen ételeknek, nem csak az ízük miatt. Ezeket könnyebben visztük magunkkal, akár meg se kell állni, miközben fogyasztjuk őket, hiszen gondoljunk csak bele, egy kolbászhoz, csülökhöz le kell ülni, kés, villa elő, aztán kezdődhet a falatozás. A street food esetében merőben más a helyzet. Magával a vendéglátással nem olyan nagyon régen foglalkozunk. Az Élesztő Nyárnak az üzemi konyháját vezetem, és igazából nagyon megtetszett a street food, mint irányvonal, és igazából ez egy férjemmel együtt összedugtuk a fejünket, ő imádja az amerikai autókat, így volt már egy Dodge Ramunk. Nekem pedig a saját arab telivéremről jutott eszembe, hogy Sheriffnek kéne hívni, ahogy a lovat, és igazából amerikai barbecue-t árulunk. Voltatok-e már itt, illetve most, hogy érzitek magatokat?
Igazából nekem a sport miatt is van kötődésem Hajdúszoboszlóhoz. Rengeteget jártunk ide edzőtáborozni, mert szövetségi kapitány is vagyok szinkronúszás sportákban. Úgyhogy nekem a szívem csücske Hajdúszoboszló, függetlenül attól, hogy fótiak vagyunk. És most ezen a fesztiválon hogy érzitek magatokat? Szerintem nagyon élményteli és rettenetesen érdeklődő a közönség, és igényes emberek vannak itt, akik szeretnek enni. És hát szuper jó minden. A kínálatotok miből áll? Igazából a specialitásunk ez a barbecue szószos sült császár. Ennek titkos receptje van, a séfem nem árulja el még nekem se. Akkor ugye a sült oldalas, aminek igazából az a trükkünk, hogy nem látványkonyha vagyunk, nem rostlapon csináljuk, hanem magas színvonalas sütőink vannak benn, úgyhogy csak a végét pirítjuk már, és így ropogos marad a külseje, viszont belül nagyon puha. Most csukják be a szemüket, képzeljenek maguk elé egy hamburgert. Milyen alapanyagokkal variálnának, ha egy kicsit megváltoztatnánk ezt a közkedvelt ételt? Mit tennének bele, amitől egyedi lesz? Ha lekvára gondoltak, jól tették, mert hogy ezen a fesztiválon még az Áfonya lekváros hambi is a tárcára került. A hamburger újra gondolva az új kedvenc, ami tartalmaz különböző ízanyagokat, ami már idegen a hamburgertől, tehát nem a majonéz, a mustár, a ketchup, tehát az, ami ugye a hamburgernek egy jellegzetes ízvilágot adott, hanem mi megpróbáltunk egy almával, egy áfonyával, egy ropogós sajttal, grillezett alma közzétéve, és a húsnak a minősége, és ezzel együtt egy hamburgert olyan formában kialakítani, aki szereti az édeskés és azokat az ízeket, ami egy kicsit fanyarabb, egy kicsit kellemesebb, azok is belekóstolnak, és azt mondják, hogy igen, ide visszajövünk, mert íz lett. Sokaknak íz lett? Igen, igen, igen. Tegnap este nagyon-nagyon sokan jöttek vissza, sőt, még van olyan vendég, aki a vendégkönyvbe is beír, hogy ezt az ízt még nem tapasztalta, nem találta, és fantasztikusan jó visszajelzések. Mikor elkezdték, miért gondolták, hogy ezeket az alapanyagokat beleteszik, vagy hogy újítanak? Azért, mert mivel a retro, ez a stílus, hogy hamburger, ez legyen már egy kicsit magyarosabb ízvilágú, egy kicsit autentikusabb, jobban odafigyelve arra, hogy az egészséges életünk. Tehát benne van az alma, az áfonya, mint mondottam volt, és próbálj meg egy kicsit egészségesebben étkezni. Ezen a fesztiválon hogy érzik magukat? Fantasztikusan jó. Mindenkor Szoboszlóra úgy jövünk vissza, hogy egy élmény nekünk is, egy töltődés. Nagyon barátságosak az emberek, mosolygósak, csillog a szemük, tehát boldogan jövünk ide mindig vissza. Elégedettek voltak a vendégek, hiszen érdeklődő, mosolygós arcokat láttam, miközben sétálgattam. Olyanokat, akik nyitottak voltak mind a színpadi műsorokra, mind pedig az ízekre. Ugyancsak hasonlóan éreztek a vendéglátóhelyek tulajdonosai, dolgozói is, hiszen örömmel segítettek az ételek kiválasztásában, valamint persze a kiszolgálásban is. Még bőven volt mit forgatni, de már ekkor éreztem, ez a fesztivál különösen jól sikerült, pedig még csak épp a felénél jártunk. Az előbb hallhatták, de ez önmagában nem elég. Most nézzék is meg, hogyan néz ki egy burger újra gondolva. Akkor, ha jól látom, éppen elkészült egy burger, miből is áll lesz tulajdonképpen? Igen, ez az az ízvilág, amit az előbb mondottam, hogy egy különlegesség, hogy van benne egy áfonya lekvár, van benne egy grillezett sajt, van benne, megfogom, egy grillezett alma, ami le van sütve, le van pirítva, és hozzá megvan a hamburger hús. Ehhez ugye nem használunk ketchupot, nem használunk majonézt, nem használunk ilyen ízeket, hanem csak egy ízesítő szószt, ami németeknek krumplók szósz, egy kis fokhagyma szósz, ami egy kicsit az ízvilágát növeli. És hozzá van egy vitamin saláta, ami káposzta, sárgarépa és ezeknek a és lilahagyma, és ennek egy külön ízvilága még a hamburgerhez, ami egyesíti az ízeket. És ha már street food, folytattuk az utunkat ezen a vonalon. Olvasható a Polodony Mátra lepény, illetve a háttérben is készül egy étel. Mi ez pontosan? Lepény, a háttérre pedig a vidrócki lepény készül. Ez miből áll? A tejfölös alap, császárszalonna, tarja, lilahagyma és egy kis trapista sajttal szórjuk meg. Mekkora a sikere eddig, hogy látjátok, milyen sokan kérik? Szerintem elég sikeres, nem az első évünk, harmadjára veszünk részt ezen a rendezvényen, és szerintem egyre jobban megkedvelnek minket az emberek. Nekünk szerintem a főbb sikerünk titka az, hogy előtte készül a kuncsaftelő, tehát a látványkonyha magyarán megérzi az illatot, az ízeket, minden frissen készül.
Hogy érzitek magatokat ezen a fesztiválon? Nagyon, nagyon jól érezzük magukat, szeretjük Szoboszlót, és talán egyszer oda is a fürdőbe is bejutunk majd, mert még nem voltunk. Elfáradtam. A meg annyi vendéglátóhely és étel, na meg persze az illatok tengere, magával szippantott és nehezen engedett. Pihenésképp megálltam egy kicsit. Tudták követni? Jó önöknek. Nekem ezek a botok túl gyorsan mozogtak ahhoz, hogy követni tudjam őket. Mint megtudtam, ez nem csak szabadidős tevékenység. Ezt művelve játszva tanulnak a gyerekek. Ezt ördögbotnak hívják, vagy pedig másnéven virágpálcának. Ez egy készségfejlesztő játék, ami a gyermekek ritmusérzékét fejleszti és összehangolja a két agyfélteket. Nagyon jó kis játék, úgymond, számítógép helyett mondjuk. Amikor elkezdik, az, hogy valaki teljesen amatőrből mondjuk profivá váljon, azt szerinted mennyi idő? Válogatja. Van, aki ügyesebb, van, aki kevésbé ügyes, de egy-két hét alatt bele lehet jönni. Ezen a fesztiválon te hogy érzed magad? Jól érzem magam alapból mindig. Nem mentünk messzire az illatoktól, pillanatok alatt újra karnyújtásnyira voltak a finom falatok. Többször is előfordult, hogy odaálltam egy-egy olyan személy mellé, aki éppen kért valamit. Elismerően nyilatkoztak a bőséges kínálatról. Nagyon sok dologgal jöttünk. Hát ugye a nélkülözhetetlen kolbász, csülök, tarja, csirkemell, ugye mi a Grill Fesztiválhoz hű. Emellett ettől függetlenül nagyon sok pörköltfélét is hoztunk. Ugye ezek is ilyen elmaradhatatlan étel kínálatok már igazából. Malacsültet hoztunk, és malacfülsalátát is például, most is nagyon kedvelt volt, és hál' Istennek nagyon sok vendég volt tegnap is, ma estére is nagyon sokat várunk. Van-e abszolút kedvenc, vagy van-e olyan kaja, ami kiemelkedik a többi közül, amit többen kérnek, mint mások? Hát igazából én azt gondolom, hogy a kolbász az verhetetlen. Tehát a sült kolbász, mindegy, hogy bajor vagy a csípős kolbászunkat, de az a legkelendőbb. Most pedig következzenek azok, akikért az egész fesztivál létrejött, ahogy szokták mondani annak idején, egészen pontosan 13 éve. Legyen szó bármelyik programsorozatról, a vendégek állnak a középpontban, akiknek igényeit próbálják a szervezők, vendéglátóhelyek a lehető legteljesebb mértékben kiszolgálni. Ez csak úgy, mint az eddigi fesztiválokon úgy tűnik sikerült. Magától értetődően nem kérdeztünk meg mindenkit, ám akiket mikrofon végre kaptunk, elégedetten nyilatkoztak a programról. Honnan érkeztek? Debrecenből. És honnan informálódtak a fesztiválról? Újság? Rádió. Nem tudom, ő mondta. Szoktunk jönni. Milyen borfesztiválra, meg ilyesmikre. Sokszor járnak fesztiválra? Hát nem annyira, de ez közel van, és akkor mondjuk az unokákkal szoktunk jönni, csak most majd holnap jönnek, úgyhogy most csak mi maradtunk. És mi az, ami tetszik önöknek ezekben a fesztiválokban? Hát egy kis zene, egy kis kaja, ilyesmi. Hát annyira sétálunk egy jót. Ti honnan érkeztetek? Szia, Békésmegyéből. És honnan informálódtatok a fesztiválról? Hát igazából nem a fesztivál miatt jöttünk, hanem egy kis hosszú hétvégére. Fürdőben is voltatok? Igen. És mi, ha fürdőben voltatok, milyen szolgáltatásokat vettetek igénybe? Hát az Aquapark igazából területén voltunk, semmi egyebet. És itt a fesztiválon hogy érzitek magatokat? Jól. Mikor jöttetek? Tegnapi napon. És ma ettetek már, vagy a koncertek, vagy mi az, ami legjobban tetszik? Hát igazából jól érezzük magunkat, igazából minden. Jó, minden szép. Hallották, minden jó, minden szép. Azt hiszem, erre mondják, hogy ezért érdemes. Sokszor szoktatok Szoboszlóra jönni? Múlt héten voltunk a reptéren, ez nagyon jó volt, meg most. Nem, amúgy nem. És hogy érzitek magatokat? Jó. A gyerekeknek mi tetszik a legjobban? Hát mi a zene miatt jöttünk ki, az Akusztik Galeri miatt. Őket szeretjük, azért jöttünk ki, de ők szeretik a zenét is, meg szeretik az ilyen nyüzsgést. Egy adag. Két finom falat között megkérdezem önöket, honnan érkeztek? Budapestről. És honnan informálódtak, vagy miért döntöttek arra, hogy ide jönnek? Hát, mert a sógonom itt lakik Szoboszlón, és együtt alatt is meglátogattuk, megjöttünk erre a gasztronómiai napokra. És mi tetszik a legjobban? Milyen a hangulat? Hát mi most délelőtt már voltunk, most vagyunk itt. Hát meg szétnézzünk, nem tudom. Milyen ételeket, sokszor szoktak ilyen ételeket fogyasztani, ha ilyen fesztiválokon vannak? Hát, sokszor nem, de hát hogyha már itt vagyunk, akkor már megkóstoljuk. Ha esetleg, mondjuk ez még messze van, de ha esetleg jövőre is lesz ilyen fesztivál, arra is szívesen eljönnek?
Hát természetesen. Még ebben az évben is többször el kell jönniük, mert egy ilyen világhírű fürdővárost meg kell látogatni. Mellette szerencsétlenségű mondhatom, a munkáimat is megnézik, mivel egy ilyen kis ember vagyok, aki szeret különböző tárgyakat készíteni, és egy nagyon jó program, például egy hétvégére fürdő környékére szétnézni, mivel ugye Európa a legnagyobb fürdője, és a vendégek száma meghaladja a lakosság számát. Meg a szúnyogok száma. Igen. És nagyon jó tényleg. Kedvesek, barátságosak az emberek. Jól érezzük magunkat, bár meg kell mondanom, hogy korábbiak azok színvonalasabbak voltak, most nagyon kevés a kiállító. A programok, a hangulat az milyen, az hogy tetszik önöknek? Kellemes. Honnan érkeztek? Mostől jöttünk. És honnan informálódtak a részleteket, honnan? Hát mi pár éve járunk ide Hajdúszoboszlóra, és azt hiszem a netről nézte meg a feleségem, hogy most ezen a hétvégén lesz egy ilyen gasztrofesztivál, és úgy gondoltuk, hogy akkor már egybekötjük a kis üdülésünket ezzel a fesztivállal, és megkóstoljuk itt megint ezeket az ízeket, amiket itt kihoznak a vendéglátók. Tötölt káposztát választottam magamnak és a férjemnek, valami combot, nem tudom, ruca vagy micsoda. Családdal érkezett ide? Igen, mindketten, persze. Honnan? Ó, Romániából messze. Honnan informálódtak a fesztivál részleteiről? Hát én nagyon sok éve jövök ide, és az internetről nézem állandóan. Ismerünk valakit itten, aki intézi a szállást. És hogy érzik itt magukat? Nagyon is jól jövünk, jó kertben mindig. Ő milyen ételt választott? Mit fognak enni? Kosherét. És miért azt, vagy az miért, mitől különleges? Mert ettem egy pár szó itten Hajdúszoboszlón, és mindig ezt szoktam. Helyiek? Honnan érkeztek? Köszönöm. És honnan informálódtak a részletekről? Elég sokat járok ide le Hajdúszoboszlóra, szóval. És hogy érzik itt magukat? Nagyon jó, nagyon jó. Hogy értve, hogy mi a legjobb? Hát így programok, vagy hangulat, vagy... Igen, igen, szeretem a gyűzsgíti, szeretek sétálni, csavarogni, kócsolgatni, szóval mindig megyünk. Hogy érzik itt magukat? Adta magát a kérdés, hogy feltegyem azoknak, akiknek véleményére kíváncsi vagyok, hiszen ez a mérvadó is, ez számít. Most jöjjön a kedvenc válaszom az összes közül. Majó, fütyült ki! És mi az, ami a legjobb, vagy a programok, a hangulat, itt este? Mindig ilyenkor jövünk Pünköstre. Mindig. Évtizedek óta így járunk vissza, mindig Pünköskor. Fürdőbe is szoktak ilyenkor menni? Mindig. Reggeltől estig. Már 4-8-kor ott vagyunk minden reggel. Lassan most már be is sötétedik, nálatok is nagyon sokan vannak. Milyen ételekkel készültetek? Hát mi a hagyományos magyar ételekre azért kijöttünk, és emellé, mivel ugye ez egy grill fesztivál, többnyire mi is grill ételekkel készültünk. Ugye a mindenféle húsokon túl a zöldség minden formáját, ami létezik. Van-e olyan, amit kifejezetten sokan kérnek, vagy megkívánnak, vagy választanak? Nagyon népszerű volt egy ilyen szufitolt csirkemell steak, és rá egy ilyen grill sajtot sütöttünk, picit olaszosan készítettük el. Ezt ugye a hölgyek nagyon szívesen fogyasztották. Hát a magyaros ételeink azok verhetetlenek mellette, meg hát a roston készült lepcsánkákat azt nagyon szeretik, illetve a kenyérlángos is az nagyon népszerű nálunk. Te hogyan látod, milyen az idei fesztivál, milyen a hangulat? Én úgy látom, hogy ez a pünkösd, ez nagyon jó választás, nagyon sok a turista már most, nagyon jól sikerült rendezvénynek tartom. Végig kérdeztünk minden vendéglátó egységet, ki mivel készült, vannak kedvencek és nagyon széles kínálat. Sokan jöttek az ország számos pontjáról, most következzen egy kis részlet a Panama Company koncertjéről. Places, creed and race, brother. My surprise, I find a man corrupt. Oh, don't you be my brother, he won't hold me up. And hard time, this crazy town.
Lement a koncert, hogy éreztétek magatokat? Köszönjük szépen, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon szeretünk itt játszani, és kicsit meleg volt a színpadon, de úgy érzem, hogy jól sikerült a koncert. Milyen számokkal készültetek, vagy jöttetek ide? Csak saját dalokat játszunk, a rövidesen elkészülő első saját lemezünknek a dalait játszottuk ma, azt mutattuk be, és reméljük, hogy tetszett a közönségnek. Milyen stílus, vagy milyen irány a tiétek? Keveredik benne egy kicsit a funky, a pop és a soul talán, angol szövegekkel, de a jövőben szeretnénk magyar nyelvű dalokat is alkotni. Milyen nyár elé néztek, mennyi fellépésetek várható? Jelenleg még a dalok készítésén dolgozunk és a stúdión, úgyhogy nem lesz sok koncertünk. Hogyha kész lesz a lemez, akkor szeretnénk majd egy turnét szervezni. És ha már zene, jöjjön az a személy, akire nagyon sokan vártak szombat este. Wolf Kati koncertjére óriási tömeg gyűlt össze. Repertoáriában számos önálló szerzemény is helyet kapott. Még a koncert előtt beszélgettünk vele, az interjút külön anyagunkban láthatják. Most inkább zenéljünk, jöjjön egy részlet a fellépéséből. Vigyél el, az a jó, ha meg se kéred el, hogyha kézzel most is elviszel. Már hagyomány, hogy minden fesztiválon a vendégek megszavazzák, mi legyen a fesztivál étele, illetve söre. Mi az az étel, amivel ti nyertetek? Mi egy bőrös malacsülttel nyertük meg ezt a fesztivált, aminek nagyon örülünk. És mi ez az étel? Nem baj, nem kell nagyon részletesen, de úgy mi van benne? Van ez a malacsült, ami egy magyaros fűszerezésű étel, ezt frissen sütöttük, és hát ennyi lenne. Sokan kérték egyébként a fesztivál ideje alatt? Nagyon sokan, nagyon szerette mindenki, csomó pozitív visszajelzést kaptunk, és hát majdnem ezt vitte mindenki, ebből fogyott el a legtöbb örömünkre. Egyébként még miket hoztatok, milyen ételekkel készültetek? Hoztunk pörköltektől kezdve például pacalt, aztán csülökpörkölt, birka, marha, amit csak el tudunk képzelni. És egyébként így most már vége van a fesztiválnak, hogy éreztétek magatokat? Nagyon jól éreztük magunkat, egy kicsit furcsa volt, meg kellett szoknunk a pörgés, hiszen először vagyunk ezen a fesztiválon, de egyébként nagyon jó és kellemes érzés. Az idei évben a fesztivál Söre díjat az Eggenbergnek a Svihág Barna Söre nyerte. Gratulálok, szeretettel Szabó Dezső úrnak! Ezt a sört Cseszki Krumlóba gyártják, az Eggenberg sörgyáról van szó, ezt a gyárat 1560-ban alapították. Cseszki Krumlovról pedig azt kell tudni, hogy nagyon keresett célpont a magyar turisták között, rengeteg magyar találkozik. Tudomásom szerint ilyen füstös barna sört Európában két helyen állítanak elő. Az egyik a németországi Bamberg, a másik pedig itt Cseszki Krumlovban van. És hát ahogy mondtam, nagyon sok turista, magyar turista jár ott. Megismerhették a söröket, itt többen már nem is az Eggenbergre, hanem a Cseszki Krumlovra reagáltak és jöttek, és az emlékeket próbálják így felidézni. Fesztivált szervezni nem egyszerű. Óriási munka van a három nap mögött. Kik legyenek a fellépők, mikorra jöjjenek, milyen sorrendben kövessék egymást a színpadon, az éttermek hova pakoljanak, és még hosszan lehetne sorolni a különböző intéznivalókat. Most, mint már annyiszor, minden flottul ment. Ez volt a 13. Grillétel és Sörfesztivál Hajdúszoboszlón. Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény is beérett teljesen, tökéletesen itt a szezon kezdetén. A mostani 30-32 fokkal méltó módon nyitottuk a hajdúszoboszlói turisztikai szezont. Nagyon gazdag ételkínálat volt,
amit a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének tagjai hoztak ki ide az érdeklődők elé, és hát nagyon komoly sörválasztékot kóstolhattak meg az ide érkező vendégek és a helyi lakosok egyaránt. A hangulat, kaptál visszajelzéseket, ő ki hogy érzi magát, vagy miket láttál? Milyen volt a vendégeknek? Ugye én mindig kicsit elhivatott vagyok abban, hogy az, amit csinálunk, az hosszabb távon megéri a városnak. Nyilván, akik ide kitelepülnek, rövidebb távú vágyakkal érkeznek, tehát mindenképpen szeretnének az üzleti tevékenységük hasznát látni. De hosszabb távon én mégis azt mondom, hogy ettől sokkal fontosabb az, hogy itt több ezer ember, több ezer turista, ideérkező vendég úgy tér haza, hogy nagyon kellemes, jó hétvége volt ez a pünkösdi időszak, és talán sikerült mindenki igényét abban kiszolgálni, hogy nyilván a nap nagy részében ebben a melegben, főleg a fürdőben voltak, de az esték azért arról is szóltak, hogy áldoztak a kulináris élvezeteknek, és élvezték az itteni programok sokaságát. Megpróbáltunk mindenkinek nyújtani valamit. Nagyon jó koncertek voltak, óriási érdeklődés mellett zajlottak ezek. Jó életképek, videók születtek, én ilyenkor nagyon elégedett és boldog vagyok. Előttem is és mögöttem is zsúfolásig megtelt a Szent István tér a színpadon éppen most, a Smith Rock Family zenél. Ők zárják az idei Grill Éter és Sörfesztivált. Hey Joe,